Sziasztok, ez itt a Futball másnap, és franciázunk egy kicsit, de nem úgy, ahogy ti azt bár gondoljátok. Bár kellemetlen, igen. Igen. Hát eleve a francia bajnokságról beszélni elég kellemetlen, mert rossz tulajdonképpen, de hát sok mindenről tudunk beszélgetni, de nagyon kevés persze ideig a legtöbb dologról. Szerintem a legérdekesebb dolog, ami mostában ott történik, egyfelől az, hogy a Monaco ilyen Phoenix madárként újjáélet és agyonbaszta az egész bajnokságot lényegében. Teljesen. A PSG-nek még van esélye őket utalérni, de nem fogja, maradjunk annyiban szerintem. Már csak az a 98 lőtt gól is elég vad, így 35 meccs alatt. De egyébként is nekem amúgy tökre tetszik a Monakónak a játéka. Nem tudom, hogy te mennyire vagy ugyanezen a véleményen. Hát most nem mondanám, hogy így nagyon követtem volna őket a francia bajnokságban, de amit a BL-ben csináltak, az abszolút szimpatikus volt. Meg hát tényleg ez a 98 gól, az azért önmagáért beszél egy 35 meccsen, ez majdnem ilyen hármas átlag. Szóval, hogy ez azért nagyon meggyőző. És hát itt van, 3 ponttal vezetik a bajnokságot, úgyhogy egy meccsel kevesebbet játszottak, mint a PSG, úgyhogy igazából minden esélyük megvan arra, hogy ünnepelhessenek a végén. 86-tal egyébként a Premier League-et is vezetnék. Ahány pontjuk van most. Csak ott nem lenne ennyi. De az is igen. Erre nem lőttek volna 98-at, de igen. Voltak éppen most kevesebbet gondoltunk monakózni, inkább az az érdekes, hogy van idén ez a Nizza, és azon belül egy bizonyos itáliai fiatalember, aki megdobogtatja a Liverpool szurkolók szívét. Most az az érdekesség, hogy valamilyen csodabékát megcsókolva ő élete legjobb szezonját futja, ugyanis a Marseille elleni rangadón, amit ugyan elveszített a Nizza, de betalált, és így 15 gólos lett, és ez élete legjobb szezonja ever. Szóval, hogy ez már önmagában hihetetlen, de ami még ennél is durább, hogy a Nizzában egyébként, ami ugye a harmadik a francia bajnokságban, de tulajdonképpen Balotelli és Dantén kívül nem nagyon lehet ismerni embereket, szóval, hogy így egyszerűen olyan emberek viszik valószínűleg dobogóra a francia bajnokságban, akik így teljesen futottak, még kategória voltak így a szezon előtt. Szóval ezt láthatjuk, hogy ilyen nagyjából azért franciák vannak a Nizzában, de hogy amúgy teljesen ilyen random emberek. Szóval, hogy így igazából egy talány ez az igen, egész csapat. Igen, és az is nekem például tetszik, hogy egyrészt zömmel franciákra épít, szóval nem ilyen nagyon vásárolt csapatról van szó. Nyilván igazolták a háromnegyedét, ezeknek is nem erről van szó. És azért találni benne egy-két olyan fiatal, mondjuk van ez a nagyon jó nevű Szar nevű ember Szar a védők között, aki 18 igen éves, de elég sokat játszott a csapatban. Nyilván Dante kimagaslik az életkorával, meg a tapasztalatával, de azért úgy, ha megnézi az ember, hogy milyen korú játékosok vannak, van idősebb, fiatalabb, szóval egy ilyen egészséges mixnek tűnik, plusz Balotelli, mert ő sehol sem egészséges, de valahogy amúgy fura, hogy ő pont itt megtalálta a helyét. Arra számítok egyébként, hogy most, hogy ilyen jól megy neki, majd megint eligazol valami nagyobb csapathoz, és ott megint irtozatosan pofára fog esni. Hát igen, mert azért furcsa, mert ugye amikor Liverpoolba igazolt, akkor sokan azért azt mondták, hogy ez az utolsó dobása, meg hogy most már azért eljátszott a lehetőségeit, aztán ugye elment kölcsönbe a Milánba. Na jó, de hát 26 viszonylag éves jó volt. Hát jó, de hogy előtte így a világ. Hát mondjuk ez erős, de hogy azért így így nem számítottunk arra, hogy ő neki így ez a legsikeresebb szezonja lesz így Nizzában. Aztán ránk cáfolt csúnyán. Abszolút. És akkor szerintem érdemes beszélni pár szót a Marseille-ről is. Most ezen a ponton azért, tehát te is mondtad, hogy nem nagyon követed a francia bajnokságot, meg nyilván én se. Egy-két meccsbe belenéztem, de azért ez a francia liga nekem nagyon gyengének tűnik úgy önmagában, úgyhogy annyira nem érdekel, hogy leüljek megnézni nem tudom hány meccset egy évben. Igen. Most maga a Marseille,
ők megnyerték a Nizza elleni rangadót, de azért ez a Marseille nem az a Marseille, aminek volt annó mondjuk egy Didier Drogbája, de most van egy Patrice Evrája, aki eldöntött ezt a rangadót. Hát ha meg, én csak bátorítani tudok mindenkit, hogy nézze meg a gól összefoglalóját ennek a mérkőzésnek. Érdemes. Készítsen ki néhány doboz zsebkendőt, mert így vagy úgy, de sírás lesz a vége. Katasztrófa szerintem, amit ott összebalfaszkodott mind a két csapat. De megint, hogyha ugye Payet visszament télen a Marseille-be, nem mondanám azt, hogy valami hatalmasat alkotott, míg mondjuk Gomis, aki szintén nem olyan régen ment vissza, azt hiszem anya egyesületébe, szerintem ők nevelték őt is, ő már így 18 gólnál jár, ami nem szar. Akkor ott van Toven, ő is egy elég jó játékos, úgy egyébként ő is rúgott 15 gólt, szóval úgy megvannak a maga erősségei, de valahogy annyira nem állt össze, nyilván azért most kiemeltem 2-3 ember, de így nagyjából itt van vége a Marseille-nek is, de valahogy nekem érdekes, hogy sem ők, sem a Lyon, aki zsinórban nyerte a bajnokságokat, egyszerűen képtelenek lépést tartani a PSG-nek a pénzes zsákjával, és azt hiszem egyébként a Monaco-nál is most van pénz a háznál. Lehet, igen. Úgyhogy nagyon befolyásoló tényezőnek tűnik, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy például ott van Lyonban, a Lyonnál Lacazette, akit minden évben összeboronálnak valakivel, és egyébként stabilan hozza a gólátlagokat, szóval nagyon szépen termel minden évben. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy meg tudják-e tartani, főleg most, hogy amúgy a Monaco tuti, hogy, és a PSG tuti BL, a Nizza tuti selejtező, igen. És csak az Európa Liga marad megint a Lyonnak. Igaz, hogy még akár, ha magukra találnak, ne adj Isten, mert az Ajax pépesre verte őket az oldavágón. Ugye egy Európa Liga győzelemmel akár. Hát igen, mondjuk elég nagy bravúr kéne nekik, igen, hogy megfordítsák ezt a párharcot. De azért gyanús, hogy ő nekik marad az Európa Liga jövőre is. És mondjuk Lacazette-ért szerintem lesz jelentkező. Valószínűleg, igen. Aztán ott van a jó kis mustáros csapat, a Dijoniak. Most amikor ezt fölvesszük, akkor kieső helyen állnak. Remélhetőleg ez hamar megváltozik, mert jó lenne, ha Lang Ádám jövőre már nem lenne olyan igazán Lang Ádám, hanem jó hátvéd lenne belőle itt az évek során. Most azért játszogat a Dijonban, szóval amikor odaigazolt, mindenki féltette, tudod, hogy jaj, nem fogod játszani, magát, meg szóval mit tudom azért... én mi. 19 meccse van a szezonban, szóval nem mondanám, hogy... És dömmel kezd egyébként. Igen. Szóval abszolút nem mondanám rá, hogy hát ezért csak csereember, vagy kiegészítő, vagy ilyesmi. De nagyon, nagyon nagy bajban vannak. De milyen a sorsolása ennek a csapatnak? Ezt nézzük már gyorsan, hogy... Nancy és Toulouse. Abszolút hozható egyébként tökre, szóval, hogy totál. Hogy azért... Szinte, hát az a kiesési rangadó. Ja, igen, az abszolút kiki meccs. A Toulouse-nak meg se nyerni, se veszteni valója nincs azon a meccsen, úgyhogy hát reméljük, hogy ők már ilyen kis sörmeccsnek fogják fel a dolgot. Szerinted a Nizza jövőre is ott lehet ilyen legjobbak között, főleg ha ne adj Isten bejutnak a BL főtáblára? Hát szerintem egyébként simán, szóval, hogy nagyon így Balotellin, meg Dantin kívül nincs olyan játékosok, aki így nagyon kapós lehetne a nagy csapatok számára, szóval azt mondom, nem kell attól tartani, hogy szétkapkodják őket. És a Monaco szétszedik? Hát valószínűleg igen. Hát Bappénál, hallottuk, hogy megy a Reálba. Hát valószínűleg... hallottuk a kulcsszó. Igen, de hogy igen, a Monaco-nál inkább el tudom képzelni, mint a Nizza-nál. És mennyire lehet szerinted, mert én azt gondolom, hogy hosszú távon ugyanúgy, szerintem a PSG ott lesz mindig a legjobbak között, de azért a Lyonnak, meg a Marseille-nek is van egy olyan utánpótlás bázisa, szerintem most igaz, hogy van egy rövid visszaesés, de szerintem de most azért a Lyon ott van valahogy mindig, az Európa Ligában, ugye a bajnokság elején,
hogy én valahogy azt érzem, hogy ők azért így házon belül mindig meg fogják tudni oldani. Valahogy az furcsa nekem, hogy ez a bajnokság nem akar összejönni már, nem tudom mióta. Igen. Hát akkor Franciaországban is győzött a pénz. Úgy tűnik. Ezt a konklúziót... Ez lehet az összegzés. Na hát akkor meglátjuk, hogy jövőre mennyire növetjük is saját magunkat emiatt a kijelentés miatt, igen. És nem tudom, hajrá Dijon? Hajrá Dijon, abszolút. Vagy szeretnél valaki mást inkább? Abszolút Dijon. Legyen a Dijon. Csak a Dijon. Jövőre leszteres Dijon. Az, abszolút. Langádival. Vámo. Vagy hogy kell franciául a... Fú, meg kellett volna nézni a francia vámot. Meg kellett volna nézni. Nagyon.